Pál Lajos egy korondi festőművész és költő is, ő a költészetére is nagyon büszke volt, de képi világában egy egészen speciális korondi világot teremtett. A családja is egy meghatározó korondi család, hisz édesapja, Pál Lajos, idősebb Pál Lajos, újra alapította azt a színvilágot és motivumkincset, amit a korondi cserepek most már nekünk jelentenek. Bizonyára többen látták a Korondi Székely Fazekasság című könyvet, ami gyakorlatilag őt és Anti munkáit ábrázolta. Ebbe illeszkedik Lajos, a 18 gyermek egyike, aki képzőművészeti iskolába iratkozott Marosvásárhelyen, ott nagyon sikeres volt, és majd a Kolozsvári Egyetem elvégzése közben érte 1956, és a Dunadeltába került kényszermunkatáborba, ahol Páskándi Gézával és Fülöp-Dinivel aludtak úgymond egy ágyban, tehát ez egy nagyon érdekes iskola volt. Utána visszakerült Korondra, és tulajdonképpen ő egész életét Korondon töltötte. Az Erdély Művészetér Alapítvány 1988-tól alakulása óta foglalkozik az ő művészetével. Első kiállításunkat is Pál Lajos 50. születésnapjára rendeztük. Nagyon sajnáljuk, hogy most a 75. születésnapját már nem élte meg. Pál Lajos nagyon készült erre a kiállításra. 5 évenként rendeztünk neki kiállítást különböző formában. Például egyszer a Budapest Galériával közösen, úgyhogy a Budapest Galériában voltak az olajképei és életmű kiállítása, és nálunk egy pasztel kiállítás. Most végül is ezt a kiállítást, mint 25 évvel ezelőtt, budapesti magángyűjteményben lévő alkotásokból rendeztük, és ez a kiállítás utazik most tovább, először Esztergomba, a Prímás Pince Galériába, majd a Herman Otto Múzeumban Miskolcra, és vannak több jelentkezők még az országban, akivel egyébként az Erdély Művészetér Alapítvány rendszeres kapcsolatot tart, és ilyen vándorkiállításokat rendezünk közösen. Pál Lajos nagyon meghatározó a magyar művészeti életben, hisz ilyen falusi világot kevesen ábrázolnak az ő állataival, embereivel és teljesen speciális korondi színvilágával. Tulajdonképpen az utolsó 15 évből válogattunk mi, és csak olaj- és pasztelképek vannak, tehát akvarellekkel és más műfajokkal, rajzokkal nem is foglalkoztunk, hely hiányában tulajdonképpen.